Köszöntöm Önöket mai képviselőtestületi ülésünkön. Köszöntöm képviselőtestületünk tagjait. Köszöntöm Vona Tamás alpolgármester urat, dr. Boros István címzetes főjegyző urat. Köszöntöm meghívott vendégeinket, Benesz Róbert ügyvezető urat, illetve Firkoni Ládi Helena könyvtáros asszonyt. Egyben indítványozom, hogy az általam felolvasásra kerülő napirendi pontokat tárgyaljuk a mai nap folyamán. Első napirendi pontként a Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi munkatervének ismertetése, javaslat Sajószöget község 2018. évi rendezvény tervére. A napirendi pont terjesztője Firkóni Ládi Helena könyvtáros asszony, illetve én leszek. Második napirendi pontként javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2018. évi üzleti tervére, a napirendi pont előterjesztője én, illetve Berec Róbert ügyvezető úr leszünk. Harmadik napirendi pontként javaslat az önkormányzat 2018. évi pénzügyi tervének elfogadására, az előterjesztője a napirendi pontnak én leszek. Negyedik napirendi pontként javaslat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására, a napirendi pont előterjesztője dr. Boros István címzetes főjegyző úr lesz. Ötödik napirendi pontként javaslat a képviselőtestület 2018 év első fél évű munkatervére, a napirendi pont előterjesztője én vagyok. Hatodik napirendi pontként beszámoló a polgármesteri hivatal 2017. évi munkájáról, a napirendi pont előterjesztője címzetes főjegyző úr lesz. Hetedik napirendi pontként javaslat a polgármester 2018. évi szabadságának ütemezésére, napirendi pont előterjesztője én leszek. Nyolcadik napirendi pontként javaslat a képviselőtestületi SMS felülvizsgálatára, a napirendi pont előterjesztője szintén címzetes főjegyző lesz. Kilencedik napirendi pontként indítványok, javaslatok, képviselő előterjesztések, az AA pont javaslata védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat felhívás támogatására, a napirendi pont előterjesztője én leszek. BA pont tájékoztatás a Szöget kártyáról, előterjesztő címzetes főjegyző úr, majd tájékoztatás a közvilágítás helyzetéről, előterjesztő szintén címzetes főjegyző úr, tájékoztatás iskolai körzethatárok kialakításáról, itt is szintén címzetes főjegyző úr az előterjesztő, és javaslat az átkerti utak elnevezésére, itt is címzetes főjegyző úr lesz az előterjesztő. Kérem, amennyiben elfogadja a képviselőtestület az általam felolvasott napirendi pontok az általam felolvasott formában, kérném, szavazzunk róla. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egy hangú a szavazás eredménye, és akkor kezdenénk az első napirendi ponttal. A Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi munkatervének ismertetése, javaslat Sajószöget község 2018. évi rendezvény tervére. A napirendi pont előterjesztője Firkóni Ládi Helena könyvtáros asszony, illetve én vagyok. Én előjáróban annyit szeretnék elmondani, hogy a szép részletes anyagot kaptunk mind a 2017-es év munkájának értékelésére, illetve a 2018-as rendezvénytervre vonatkozólag is. Én annyit emelnék ki, ugye, hogy ha figyeljük az elmúlt évek tendenciáját, a könyvtár tevékenységét ugye számokban, a könyvtárban ugye jelenleg 11.964 darab dokumentum található, amiből a tárgyévben beszerzett állomány 244 darab, jelleg szerint felnőtt szakirodalom 4.478 kötet, felnőtt szépirodalom 5.231 kötet, gyermek és ifjúsági könyvek 2.255 kötet. És a könyvtár használatot, ha számokban nézzük, elég szép számokat kapunk, és növekvő tendenciát látunk, hogyha megnézzük az előző évek könyvtár használatához viszonyítva. Ugye a személyes használat összesen 2001 fő, kölcsönzött kötetek száma összesen 1826 kötet, ebben használt dokumentumok száma 383 darab, internet használat száma összesen 979 alkalom. És ugye ezekben az adatokban nincsenek benne, akik csak alkalomszerűen jönnek be. Tehát itt a rendszeres használatról tudunk beszámolni. Amit még mindenképpen szerettem volna elmondani, hogy 2017-ben
összesen 103 alkalommal volt rendezvény a intézményben, és ugye ha ezt kiszámoljuk, nincs egészen 9, de majdnem 9-es rendezvény átlag egy hónapban. Tehát azt hiszem, hogy ez egy kis településtől több mint elfogadható, szerintem egy nagyon jó színvonal. És ugye dicséret illeti az ott dolgozókat, személy szerint könyvtáros asszonyt is a hozzáállása miatt, meg amiatt, hogy mindig kreatívan talál ki programokat, tehát ezt azért mi is tapasztaljuk. Láthatjuk azt, hogy többen járnak az önkormányzat, illetve az AMK rendezvényeire, és azt hiszem, hogy ez ennek a fajta hozzáállásnak köszönhető. Én megköszönöm a munkát, és ezzel adnám át a szót. Szépen, polgármester úr! Tisztelt képviselőtestület, tisztelt polgármester úr, tisztelt címzetes főjegyző úr! Előzetesen, mint polgármester is mondta, a képviselő elé terjesztettem a művelődési jelzés könyvtár beszámolóját és a 2018 évi munkatervünket. Velem feltűnt, hogy ez egy kicsivel bővebbre sikeredett, mint a tavalyi év. Ez pontosan azért van, amit polgármester is elmondott, egyre több a rendezvényünk. A könyvtárban is egyre több dolgot próbálok felvállalni. Az idei évben például a régi dokumentumokat szeretném digitalizálni, ez a művelet már el is indult, elkezdtük. Folytatjuk a könyvtári állomány elektronikus feldolgozását is. A művelődési ház életében a tavalyi sem volt egy könnyű, az idei év azonban egy rendkívül feszített tempójú év lesz. A közösségi ház felújítása miatt a község amatőr művészeti csoportjai is immáron nálunk tartják a szokásos osztályjövetelüket. Nagyon úgy tűnik, hogy a tavalyi 103 rendezvényünket talán megduplázzuk. Nagyon, nagyon zsúfolt napjaink vannak mostanában. Remélem sikerült mindezt a munkát, amit mi ott végzünk a beszámolomban képviselőtestület tagjai elé terjeszteni. Kérném, hogy személyes látogatással is tiszteljenek meg bennünket, szerezzenek tapasztalatokat, információkat arról, hogy hogyan működünk, és a rendezvényeinkről is. A beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket, véleményüket szívesen fogadom, amennyiben pedig megfelelőnek tartják a beszámolómat, akkor kérném azt elfogadni, szíveskedjenek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdés észrevétel. Van-e az elhangzottak? Tessék a polgármester úr. Tisztelettel köszöntök mindenkit. A polgármester úr bevezető szavaival teljes mértékben egyetértek, és a beszámolót áttekintve reális kép alakul ki a művelődésház és a könyvtárnak a munkájáról, amelyik nem szorítkozik a intézmény falai közé, hanem bőven talál magának teret külső rendezvények lebonyolításában is. A beszámolóban minimális mértékű beszerzést célzott meg az összeállításnál a könyvtárosasszony, amennyiben ez a költségvetés tervezetbe tervezése kerül a műfáznak a tervezésbe, nem hinném, hogy ne szavaznak meg, és a fejlesztések megkönnyítik a munkájukat. Köszönöm szépen a beszámolót. Köszönöm szépen. Egyéb kérdés észrevétel. Van még? Tessék, képviselő asszony. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a meghívottakat, a Sajtószöget TV nézőit. A beszámoló nagyon szép és alapos, örömmel olvastam, viszont van benne egy személyi jellegű igény is, tehát nem csak eszközbeszerzés, szolid eszközbeszerzés és szolid könyvpótlásról van szó. Egyértelműen nem derül ki számomra, hogy a kolléga, aki úgymond filálásban volt önöknél, hogy most magától szeretne távozni, vagy lejárt a szerződése. Ez a típusú pozíció, amiben ő van, ez így megszűnik, és ez így tovább nem működhet. Értem. És még nincs tisztázva, hogy hogyan tovább. Értem. Én úgy gondolom, hogy erre a gazdasági érdekeket szem előtt tartva biztos, hogy fog az önkormányzat valamilyen megoldást találni. Én maximálisan támogatom, és gratulálok a munkájukhoz. Nagyon színvonalos, szép és szórakoztató volt. További sok sikert. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egyéb kérdés észrevétel. Van-e még a napirendi ponttal kapcsolatban? Akkor amennyiben nincs, és a művelődési ház és könyvtár 2018. évi munkatervét, valamint a község rendezvénytervét elfogadjuk, kérném kézfelemeléssel szavazzunk róla. Köszönöm szépen, egyhangú szavazás eredménye.
És akkor most kérnék egy kis szünetet. Köszönjük. Folytatnánk a második napi rendi pontunkkal. Javaslat a községüzemeltetési Kft. 2018. évi üzleti tervére. A napi rendi pont előterjesztője én leszek, illetve Berec Robert ügyvezető úr. Itt is összefoglalásként előjáróban annyit mondanék el, hogy ügyvezető úr már több mint 5 éve dolgozik nálunk, és lehet látni azt a munkának, illetve a Kft. Munkájának azt a felfelé futó évét, amit ő, ha emlékeznek rá, a programjában ígért, amikor hozzánk jelentkezett. És azt hiszem, hogy nyilván mindenkinek az igényét nem tudjuk kiszolgálni, de az, amire vállalkozott, illetve amit a dolgozói el tudnak végezni, minden munkát maximálisan jó hozzáállással és erőbedobással végeznek. Most is az üzleti terv az előző évekhez hasonlóan szépen kidolgozott, ami pluszt kér benne az ügyvezető úr, az szerintem, megítélésem szerint tartható, és én nem mondanék többet, az ő munkájuk az előző évekhez hasonlóan, én azt hiszem, hogy dicséretes. Én át is adnám a szót ügyvezető úrnak. És köszöntöm az ülés résztvevőit. Ahogy polgármester úr mondta, az üzleti tervünk a korábbi évek, az előző év üzleti terve alapján készült, azokon a változásokat elvégeztük, amiben több igényünk, kevesebb igényünk van, ezeket vettem bele az üzleti tervbe. A Kft. Továbbra is ellátja a kötelezően elvégzendő feladatait, közterületek karbantartása, önkormányzati intézmények karbantartása, amit mi szakmailag meg tudunk csinálni, azt mind magunk végeztük eddig is, ezután is így szeretnénk. Minden évben egy valami új munka oda kerül a Kft.-hez, valami, tehát nem állandó egy-egy munka folyamatot végzünk, hanem változatos az, amit mi megkapunk elvégzendő feladatként. Most jelenleg is az ideiglenes óvoda építésénél, átalakításánál most kerítést építjük, ott majd tereprendezést mi fogjuk végezni. Akkor valószínűleg az óvoda költöztetésnél, felújításnál is rengeteg munkánk lesz, hiába nem mi leszünk a fővállalkozók, tehát mindenképp fog nekünk jutni belőle munka jócskán. Akkor nyert pályázatok, most bölcsödére gondolok, ott is bizonyára lesz munkánk bőven. Akkor a Kesznyéteni híd felújítás idén fog zajlani. A Girincsi komp, a Szögeden a kompút használata növekedni fog. Jelenleg ott is az útpatka szélesítést végezzük. Valamint, hát ezeken kívül az állandóan megszokott intézmények, közterületek karbantartását, javítását. Az üzleti terv költség részét annyiban változtattam. A minimálbér emelkedett 2018. január 1-től. A dolgozók bérét ahhoz igazítottam. Bruttó 185.500 forintra emeltük a korábbi minimálbér összegéről. Ez jelenti a költségek növekedését. Akkor én tavaly kaptam lakás célú támogatást, az egy testületi határozatban volt rögzítve, azt ide az üzleti tervbe belevettem, tehát hogy együtt legyen kezelve. Akkor fejlesztési költségként évek óta próbálkozunk a kis teherautó Citroen Berlingo cseréjével. Erre kértem most
3,5 millió forint támogatást, hogy ezt le tudjuk cserélni egy fiatalabb, nagyobb, egészségesebb járműre. Ezek a támogatás részek, amit az önkormányzattól támogatásként kaptunk eddig is összeget, valamint utak karbantartása, közutak üzemeltetésére évi bruttó 600 ezer forintot kaptunk eddig, ez számlás bevételként. Ezt az összeget szeretném most bruttó 762 ezer forintra emelni ettől az évtől. Ebbe beletartozik az utak kátyúzása, hóeltakarítás, zárt kerti utak szórása, akkor igény szerint a közlekedési táblák pótlása, helyreállítása. És ezek alapján a támogatásként kapott, vagy kapni kívánt összegünk 30 millió 100 ezer forint 2018-ban, valamint vállalkozási tevékenység, ez a helyi közutak üzemeltetése, bruttó 762 ezer forint, ez összesen 30 millió 862 ezer forint tervezett, amiből kiadásként 30 millió 746 ezer 992 forintot tervezünk. Tervezett pénzügyi eredményünk 115 ezer 8 forint 2018-ban. A tervvel kapcsolatban kérdés, észrevétel van. Szívesen válaszol, ha tudok. Tessék, képviselő asszony. Két kérdésem lenne, az egyik lakossági megkeresésre. Olvastuk a beszámolóban, hogy az állványos betonkeverő a leterheltségetek miatt még nem szolgáltat a lakosság részre. Várható, amikor tudtok kézbetont előállítani, vagy hogy tervezitek? Tehát volna rá igény. Ez az egyik kérdésem. A másik pedig az, hogy valóban a Citroen Berlin búcseréje már régóta téma, és láttam, hogy beterveztél 3,5 millió forintot az autó cseréjére. Van már konkrét árajánlatkérés, tehát megvalósulhat a beruházás, vagy még egyeztetés alatt áll? Jó, első kérdésre betonkeverő, azt tervezzük folyamatosan üzembe helyezni, ahogy a beszámolóban is írtam, itt az üzleti tervben is, hogy egyre kevesebben vagyunk. Tehát közfoglalkoztatotti létszámunk egyre csökken, még 5 évvel ezelőtt 20-on felül voltak közfoglalkoztatottak, tavaly már átlag 6-7 fő volt az, akik nálunk dolgoztak. Most abból is volt tavaly, aki nyugdíjba ment, van, aki most megy nyugdíjba, van, aki egészségi állapota, tehát ez még most is csökken továbbra is, még egy-két emberrel lehet, hogy még kevesebben leszünk idén, és hát a keverő az egy, hogy mondjam, egy másodlagos munka, az önkormányzati kötelező feladatok a legfontosabbak, amellett nem jósolnék, hogy mikorra tudjuk olyan állapotba hozni, mert tényleg most ez a komput is, akkor a pályázatos munkák, pont két kaszálós emberünk, ami a legnagyobb munka szokott lenni a szezonban, két kaszáló emberrel leszünk kevesebben, tehát még azt se tudjuk, hogy az ő helyiket hogy fogjuk pótolni, ő munkájukat elvégezni. Nem tudok sajnos ígérni, szeretném én is, mert hozzánk is érkeznek megkeresések, hogy igény lenne rá. A Citroen Berlingo cseréje, hát úgy konkrét autó nincs még, amit kinéztünk, vagy kinéztem volna. Nyilván egy fiatalabb, ennél a 16-17 éves autónál, tehát fiatalabbat, nagyobb rakterűt szeretnék, jóval kevesebb kilométerrel. Ugye egy hasonló kategória, ilyen 7-8 millió plusz áfa egy
új, azt nem ismertem kérni. Nem tudom, hogyha ha van rá lehetőség, a testület megszavazza ezt az összeget, akkor utána fogok konkrétan keresni olyat, ami megfelelő lehet. Még nincs konkrét autó kinézve. Egyéb kérdés észrevétel van az elhangzottakkal kapcsolatban. Tessék, képviselő úr. Köszönöm a szót. Szeretném elmondani, hogy magánemberként én nagyon fontosnak tartom, hogy Sajószeged rendelkezik egy hadrafogható brigáddal, és úgy gondolom, hogy megérdemlik, hogy a jövőben is lehetőség szerint támogassuk őket, hiszen bármikor előállt olyan helyzet, amikor ők igen operatívan tudnak működni. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy polgármesterünknek és ügyvezetőnek is köszönet mondjak a Római Katolikus Egyházközség nevében, miután megsokalták már a rendőrségi határozatnak a meg nem születését, ugye 30 napos határidőből már 90 nap eltett, és még mindig nem tudunk hozzákezdeni a felújításot, mert a biztosító ugye nem befogadó képes addig, ameddig a rendőrség nem határozott, és hát nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy ezt a község testén égtelenkedő esztétikai sebet és egy kicsit balesetveszélyes helyzet is ilyen gyorsan elhárították. Ezt szerettem volna megköszönni, és hát remélem, hogy a végleges megoldás is most már hamarosan meg fog születni, mert már kétszer voltam a rendőrségen reklamálni, és azt az ígéretet kaptam kapitány úrtól, hogy február közepére végleg meg lesz a határozat, akkor már tudunk majd véglegesen is lépni a helyreállítás kapcsán. Addig is még egyszer köszönjük. Egyéb kérdés visszavítem a napirendi ponttal kapcsolatban. Akkor amennyiben nincs is a felügyelőbizottság. Igen, köszönöm szépen. Azt el kell mondanom, hogy a felügyelőbizottság is tárgyalta a napirendi pontot. Én át is adnám a felügyelőbizottság elnökének a szót a napirendi ponttal kapcsolatban. Valóban tárgyalta a felügyelőbizottság a 2018-as üzleti tervet, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Ennek tükrében tehát amennyiben a 2018 évi üzleti tervre vonatkozó javaslatot elfogadja a képviselő testület, a Kft. Vonatkozásában kérjük kézfelemeléssel szavazzunk róla. Köszönjük szépen, hogy hangul szavazás eredménye. És akkor egy kis szünetet kell megmondani. Folytatnánk a harmadik napirendi pontunkkal. Javaslat az önkormányzat 2018. évi pénzügyi tervének elfogadására. Az előterjesztője én leszek. A napirendi pont kapcsán köszöntöm Olszni Vinnai Beatrix vezető főtanácsos asszony, és előjáróban azt mondanám el, hogy teljes mértékben szépen kidolgozott anyagot kaptunk ez évben is. Már vannak dolgok, amik első olvasata talán nehezen érthetőek. Én csak a fő számokat mondanám el, és ugye előre jobban elmondanám azt, hogy a pénzügyi és ügyelendő bizottság is tárgyalta a napirendi pontot, majd elnök asszony a kérdéses dolgokra válaszol, illetve vezető főtanácsos asszony is. Tehát fő számokat tekintve a képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetését összesen 628.832.676 forint költségvetési bevétele, 822.674.621 forint költségvetési kiadással, és ebből következően 193.844.945 forint költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ebből 193.841.945 forint működési hiány. Ez az, ami már egy kicsit magyarázatra szorul, hogy miért van ez így. Ugye az előjáróban elmondtam, hogy a pénzügyi és ügyrendi bizottság is tárgyalta a napirendi pontot, én át is adnám ezzel kapcsolatban a szót a bizottság elnök asszonyának. Köszönöm szépen. A bizottság átnézte az előterjesztést, amely alapján megállapította azt a tényt,
hogy a 822.674.621 forint tervezett kiadási összegből 477.952.435 forint beruházásra került. Tehát ez a bizottság előtt is egyértelművé vált, hogy most egy hatalmas összeget látunk a tavalyi évhez képest, de ebből több mint 50% nyertes pályázatok kapcsán beruházások finanszírozására lesz fordítva. A polgármester úr említette, hogy ugye mínusz 193.841.945 költségvetési egyenleggel készült el az önkormányzat 2018 évi költségvetése. Ez az összeg azért szerepel mínusszal, mert ez a pénzt az önkormányzat már 2017. decemberében megkapta, amiből 163 millió forint volt a beruházások kapott pályázati támogatás. Ezek a pályázati támogatások 100% intenzitásúak, és előlegként a teljes összeg átutalása került. Továbbá itt a pontos számot a főtanácsos asszony jobban tudja, 20 millió forint iparűzési adóelőleg feltöltés eredménye volt, és a többi pedig az előző évi maradvány összeg. Tehát az önkormányzat rendelkezik ezzel a 193.841.000 forinttal, ez a bankszámláján, illetve pénzeszközként a rendelkezésre áll. Tehát a költségvetés bevételek kiadásai, ha így nézzük, összhangban vannak, tehát ez teljesen megnyugtató, és ezekkel a számokkal javasolja a képviselőtestületnek elfogadásra az önkormányzat 2018 évi költségvetését a pénzügyi és ügyrendi bizottság. Köszönöm szépen. Elnök asszony tájékoztatója. Kérdés észrevétel van az elhangzottak kapcsán? Tessék a polgármester úr. Hát valóban, amikor én is kézbe vettem, akkor kicsit szívenizott ez az első szám, mert olyan 40 millió, 50 millió forint körül láttuk mindig eddig ezeket a különbözeteket, és ugye nyugodt az ember, mert mióta képviselő vagyok, azóta mindig stabil és biztonságos volt a Sajószögednek a gazdálkodása, és úgy gondolom, hogy most is ez lesz. Így viszont ugye egy kis szakmai támogatást is kaptam, hogy nem kell megrémülni, mert ez nem hiányzik ez a pénz sehonnan. A költségvetés többi tételét áttekintve viszont azt látom, hogy a beterjesztés az ugyanolyan gondosan és takarékosan készült el, mint az előző évben. Tehát semmi különösebben kiugró nagy beruházás, beszerzés nincs a tételek között, legalábbis úgy jól láttam. És így gyakorlatilag csak számszaki szempontból érdekes ez az első számsor, és a működésünk továbbra sem lesz veszélyeztetve, és a finanszírozás az megoldott lesz ebben az évben is, legalábbis nagyon remélem. Köszönöm szépen az alapos és jól előkészített beszámolót, és amennyiben még majd tárgyalunk el, akkor tárgyalunk róla, hogyha nem, akkor elfogadásra javaslom. Egy kicsit javítanék a polgármester úr szavain, azért ebben az évben elég nagy léptékű beruházások lesznek, ami három pályázatot érint majd. Csak ez is egy picit félreérthető, de majd ugye erről a végén beszélünk. Egyéb kérdés, észrevétel van-e még a napirendi ponttal kapcsolatban? Még nekem lenne egy kérdés, és amíg tárgyaltunk egy pontot, a önkormányzat adósságát keletkeztető ügyleteiről eredő fizetési kötelezettségekről is. Ez is 2019 és 2021 között a fizetési kötelezettségvállalásra 85.895.000 forint összegben lenne lehetőség. Tehát ez csak lehetőség, ez az összeg az előző évi teljes bevétel 50%-ának az eredménye. Tehát a 2019-ben, 2020-ban és 2025-ben, mint kötelezettségvállalásra az önkormányzat 85.895.000 forintot tud vállalni, és ezt az összeget a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel?
akkor amennyiben nincs, kétszer fogunk szavazni, tehát amennyiben elfogadja a képviselőtestület az önkormányzat 2018 évi pénzügyi tervét, kérném készfelemelésre szavazunk róla. Köszönöm szépen, egy hangú szavazás eredménye. És amennyiben elfogadja a képviselőtestület az adósság keletkeztető tételekről szóló javaslatot, kérném készfelemeléssel szavazunk róla. Köszönöm szépen, egy hangú szavazás eredménye. És akkor kérnék egy kis szünetet. A negyedik napirendi pontunk következik. Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására. A napirendi pont előterjesztője címzetes Főérgy úr. Átadom neki a szót a napirendi ponttal kapcsolatban. Köszönöm szépen. Tehát az előző évekhez hasonló és megszokott formában készült az előterjesztés, és szerencsére elmondható az is, hogy meg javaslom tartani azt a gyakorlatot, hogy a térítési díjak csak az infláció mértékével emelkednek, az infláció pedig, ahogy mindenki tudja, elég alacsony, így gyakorlatilag érzékelhető és a pénztárcát megszorító emelés nem várható a jövő évben se. Annyit pontosítanák az előterjesztésben, hogy az óvoda felújítás az érinti az óvoda konyháját is, úgyhogy nem egészen az előző évhez változatlan formában fogjuk ellátni ezt a feladatot. Egyelőre egyeztetés és tárgyalás folyik, hogy a Tiszaparti Food Kft. Az iskolai étkeztetés mellett tudja vállalni az átmeneti időszakra, amíg az óvoda konyha zárva lesz az óvodások ellátását. Valószínűleg működni fog a dolog. A napi rendi ponthoz kapcsolódó két határozati javaslatot küldtem, amit kérek elfogadni. Az egyik a 2018 évre vonatkozó nyersanyagnormák, a másik pedig a felnőtt vendégétkezés térítési díja, illetve kérem akkor a térítési díjakat tartalmazó rendelet elfogadását, de mielőtt erre sor kerül, ha van valakinek kérdése, akkor beszéljük meg. Amennyiben nincs kérdés észrevétel, és a térítési díjakra vonatkozó javaslatot elfogadjuk, kérni a készfelemeléssel szavazzunk róla. Köszönöm szépen, egy hangú a szavazás eredménye. Ez volt a rendelet. Így van. És akkor a nyersanyagnormák megállapításáról szóló határozati javaslat. Ezzel kapcsolatban kérdés észrevétel van. Amennyiben elfogadjuk, kérem készfelemeléssel szavazzunk róla. Köszönöm szépen, egy hangú szavazás. És a felnőtt vendégétkeztetés térítési díja, ami március 1-ére 546 forint a javaslatban, ezt kérem még elfogadni. Amennyiben elfogadja a képviselőtestület, el is készfelemeléssel szavazzunk. Köszönöm, egy hangú a szavazás eredménye. Ötödik napirendi pontként következik javaslat a képviselőtestület 2018 első fél évi munkatervére. Napirendi pont előterjesztője. Én vagyok. Ugye látjuk az első fél év munkatervet, azt előjáróban, illetve kiegészítésként is elmondanám, hogy ez nem azt jelenti, hogy csak ekkor, hogy ezen időpontokban lesznek testületi ülések, hiszen hogyha valami olyan kérdés felvetődik, akkor nyilván rendkívüli képviselőtestület viszonylag rövid idő alatt összehívható. Ugye 2018. március 14-én lenne, illetve bocsánat, március 1-én lenne a következő testületi ülés, aztán 2018. március 14-én ünnepi képviselőtestületi ülés, 2018. március 29-én testületülés, május 31-én, és az első fél év ezzel kimerítésre is került. Amennyiben elfogadja ezt a képviselőtestület, kérem készfelemeléssel szavazzunk róla. Köszönöm szépen, egy hangú a szavazás eredménye. És akkor folytatnánk a hatodik napi pontunkkal.
beszámoló a polgármesteri hivatal 2017. évű munkájáról. A napi rendi pont előterjesztője, címzetes főjegyző úr, átadom ezzel kapcsolatban neki a szót. Köszönöm szépen. Hát kötelező napi rend, és ahogy szoktam, az iktatott ügyiratok számát küldtem ki, de előre bocsátom, hogy ez már sajnos az elvégzett munka mennyiségét nem tükrözi. Nehéz éven vagyunk túl, és ez az év is nehéz lesz, a nehézségeket pedig az ASP szakrendszerek bevezetése okozza. Elsőkörös ASP-sek vagyunk. Nem tudom, hogy hallott-e a képviselőtestület erről valamit. Az elsőkörös az azt jelenti, hogy általános az önkormányzatok teljes körű egészére bevezetve ettől az évtől lesz, mi néhány önkormányzattal a kísérleti nyúl szerepét vállaltuk be, nem jók a tapasztalatok sehol, de a központi kommunikáció azt mondja, hogy minden nagyon jó. Nem tudom, hogy miért van az, hogyha Magyarországon valami technikai újítást vezetünk be, az sokkal bonyolultabbnak tűnik első körben, és sokkal nagyobb adminisztratív feladatot ró az ügyintézőkre, mint az leváltott technikai alkalmazási mód. Eddig eperbe könyveltek a pénzügyesek, egy nagyon jól bevált szoftvert használtak erre, ennek a neve volt az eper, most ez teljes egészében és egységesen felváltja ez az ASP, ami sokkal bonyolultabb, sokkal több lépést igényel, hogy eljussunk ugyanarra a pontra, ahova az EPR-ben eljutottunk. Rendszeres túlmunkavégzésre kellett köteleznem a pénzügyes dolgozókat, de az adónál is voltak olyan migrálási feladatok, amik plusz munkát igényeltek, természetesen a túlórákat fizeti a polgármesteri hivatal. Igazából mentálisan kell erősíteni a kolléganőket, mert jobban megviseli őket az, az általuk kilátástalannak mondott helyzet, hogy nem látják, hogy fog ez egyszerűsödni. Hát folyamatosan az önkormányzatok jelzik a problémákat a felsőbb szinteknek, próbálnak rajta javítani. Én abban bízom, hogy ha most ezt minden önkormányzat meg fogja tapasztalni, akkor talán el is fogunk tudni érni valami változtatást, amivel a rendszer egyszerűsödik. De nem akarok panaszkodni, mert igazából ez a polgármesteri hivatal munkájának színvonalára nem volt hatással, legalábbis ami a lakossági ügyfélszolgálat minőségi kiszolgálását illeti. Fellebbezés, jogorvoslati kérelem továbbra sem érkezett, ami azt jelenti, hogy a lakosság elfogadja a döntéseinket, azok reményeim szerint jól megalapozottak és végrehajthatóak, és hát tovább visszük ezt a szolgáltató közigazgatás modellt, aminek én híve vagyok, és próbáljuk tartani az azonnali ügyintézés határidejét is. Köszönöm. Kérdés? Kérdés a szemét. Akkor amennyiben nincs is szívzetes főjegyző úr beszámolója, képviselőtestület tudomásul vesz, illetve elfogadja kérni a kézfelemeléssel, szavazzunk róla. Köszönöm szépen, egyhangú szavazás eredménye. Hetedik napi rendi pontként következik javaslat a polgármester 2018. évi szabadságának ütemezésére. Napi rendi pont előterjesztőre én leszek a saját magam. Ugye ezt, ha jól emlékszem, második éve kötelező a képviselőtestület elé terjeszteni. Tehát tulajdonképpen előző évben ki nem vett szabadságaim, szabadnapjaim száma 12, és ugye itt vannak hónapokra lebontva, hogy mennyit tervezek kivenni, tehát januárban 2-t vettem, februárban 5-et, márciusban 5-et, áprilisban 4-et, májusban 6-ot, júniusban 6-ot, júliusban 4-et, augusztusban 3-at, szeptemberben 4-et, októberben 3-at, novemberben 4-et, és évvégére elfáradott 7-et szeretnék majd kivenni. Igazából ennyit szerettem volna a napi rendi ponttal kapcsolatban elmondani.
amennyiben kérdés észrevétel van, azt tegye meg a képviselőtestület. Annyit elfelejtettem elmondani, hogy az előző évben ki nem lett szabad napjaimat, azt március 31-ig ki kell vennem. Hát azért 12, úgy van. Kérdés észrevétel van ezzel kapcsolatban. Tessék, képviselő asszony. Köszönöm szépen. Én javasolnám, hogy ne csak decemberben legyen 7 nap, hanem valamikor próbáljon meg polgármester úr egy 10 napot is beiktatni, hogy a gondokat megfelejtve új út elővel tudjon a beruházásokra koncentrálni. Úgyhogy, de még a lehetőséget keressük, hogy mikor lenne jó. Ez csak egy tervezet, biztos lesz majd ilyen, hogy hosszabb ideig legalábbis szeretnék lenni, de ugye ebben az évben elég sok dolgom lesz nekem is, meg a képviselőtestületnek is. Lehet, hogy a következő évre még több szabad napon marad meg, de ez már az én gondom. Igen, mert a munkatörvényben kimondja, hogy több részletben csak a dolgozó vagy a munkavállaló kérdésére lehet, tehát én úgy gondolom, hogy egy 10 napot valahol csak be kellene szorítani. Szem előtt tartom ezt. Ez legyen a legnagyobb probléma. Jelentkezik. Amennyiben elfogadja a képviselőtestület szabadsága napi ütemezését 2018. éve vonatkozóan kérem készfelemeléssel szavazom. Köszönöm szépen, hogy hangja a szavazás eredménye. 8. napi rendi pontként következik javaslat a képviselőtestületi SMS felülvizsgálatára a napi rendi pont előterjesztője címzetes főjegyzője. Köszönöm szépen. Az SMS-t általában az új képviselőtestület szokta felülvizsgálni, ugyanis jogszabályi kötelezettsége az önkormányzati választások után, addig nem is nagyon szokott foglalkozni a kormányhivatal. Most ezt valamiért előre hozták. A lényeg, hogy a módosítás azért nem lehetséges, mert a maga a felhatalmazást adó jogszabály is változott, pontosabban hatályon kívül helyezte a jogalkotó az MŐTV-nek azt a szakaszát, amiben felhatalmazta a képviselő testületeket, hogy a saját működését és működésének szabályait rendeletben szabályozza. Mégpedig azért helyezték hatályon kívül, mert egy új jogértelmezés alapján ezt a rendelet alkotást a képviselő testületek eredendő jogalkotási hatáskörükben magából az alaptörvényből levezetve hozzák. És mivel hogy az alaptörvény áll a jogszabályi hierarchia csúcsán, egy idézőjelbe tett sarkalatos törvény, mert ugye az MŐTV az nem adjon már felhatalmazást, hogyha az alaptörvény azt már megadta. A preambulum viszont nem módosítható, ezért egy teljesen új SMS-t kell elfogadni, aminek a 99%-a megegyezik a régivel, a működését a képviselőtestületnek semmilyen formában nem fogja érinteni, de egyébként a bizottság ügyrendi minőségében tárgyalta, és pontonként végigment a módosításokon, úgyhogy átadom a szót az elnökasszonynak. Köszönöm szépen! A bizottság az SMS minden módosítását, mert ami a kiküldött anyagban dőlbetűvel szerepel, címzetes főjegyző értelmezési segítségével értelmezte. A törvényi alaptörvénytől való eltérést ugye a jogalkotás nem engedi meg, ezért a pénzügyi és ügyrendi bizottság minden módosítást elfogadásra javasol a képviselőtestületnek az előterjesztett formában. Még beszéltünk a 6. számú... Hát illetve nem módosítás, hanem az új rendelet elfogadás, az új SMS-t, aminek a része a testületi SMS, amit határozati formában fogad el a képviselőtestület. Tehát 2 szavazást kérek, egy az SMS, rendeleti úton történő elfogadását és az SMS függelékét tartalmazó polgármesteri hivatali SMS elfogadását. Tehát amennyiben a képviselőtestületi SMS-t elfogadja, a képviselőtestület szavazunk róla. Köszönöm, egy hangos szavazás eredmény, és amennyiben a polgármesteri hivatali SMS-t is elfogadja a képviselőtestület. Arról is kétszemmel is kérem szavazni. Köszönöm szépen.
A következő testület ülése egységes szerkezetben lefőzve mindenki kap egy példányt. Jó, kérnék egy kis szünetet. A 9. napirendi pontként következik indítványok, javaslatok, képviselő előterjesztések. Napirendi ponton belül van-e előterjesztés a testület részéről? Tessék, képviselő. Szeretném ezúton tájékoztatni képviselőtestületet, illetve a település lakosságát, hogy a családi körülményeim úgy alakultak, hogy más településre költöznénk, és emiatt a önkormányzattal kötött feladatátadási szerződésen december 31-ével felmondtam. Jelenleg a felmondási időmet töltöm, ami júni 30-áig lenne. A körzet helyettesítéséről lépéseket tettem, egyelőre még konkrét jelentkező nincsen, tárgyalások folynak, és ugyanígy a képviselőtestületi mandátumomról is a második fél évben akkor lemondanék. Köszönöm képviselő úr tájékoztatását. Kérdés, észrevétel van ezzel kapcsolatban? Akkor amennyiben nincs, és képviselő tájékoztatását tudomásul veszi a képviselőtestület, kérném készfelemeléssel szavazzunk róla. Köszönöm szépen, egyhangú a szavazás eredménye. Itt az egyebeken belül van még valakinek előterjeszteni valója a képviselőtestület részére? Tessék, képviselő. Szóval én szeretnék felolvasni, egy e-mailt kaptam néhány napja. Nem tudom, képviselőtársaim közül megkaptál valaki, de hát mivel eddig senki nem jelentett, akkor felolvasnám. Tisztelt polgármester úr, tisztelt alpolgármester úr és tisztelt képviselőtestület. 2018. január 18-án életének 89. évében elhunyt Okvát Imre bácsi, Sajószöget történtének krónikása. Éveken át nagy szorgalommal kutattam, majd kutatás eredményeként megírt a településünk történetét, Sajószöget krónikáját. Önzetlen példaértékű munkája közkincsünké vált, a helytörténeti monográfia a lakosság identitástudatát erősíti. A település polgáraként kezdeményezem, hogy Okváth Imre bácsit az önkormányzati képviselőtestület nyilvánítsa a falu közösség halottjának és munkájának maradandó emlékéül egy ünnepi alkalomhoz kötve Sajószöget községi díszpolgára posztomusz címet adományozza, kert Sajószöget 2018. január 20 tisztelettel Kátót József. Hát ezt kaptam, nem tudom, hogy valaki megkapta még, de úgy gondoltam, akkor felolvasom megfontolásra. Igen, hogyha előtte egyeztettünk volna, akkor jeleztem volna neked, hogy nyilván én is megkaptam, és ebben a témában már egyeztettünk címzetes főjegyzőből is, hogy milyenkor az eljárásrend. Nyilván ezt a kérést én akceptálom, meg kell fontolni a képviselőtestületnek is, hisz tudjuk, hogy a rendeletünkben a díszpolgári címről milyen rendelkezések vannak, de lehetőség van ugye arra is, hogy egyedi esetben határozattal egy díszpolgárra nyilvánítsunk valakit. Hát nyilván ez nem a mai napnak kell jelentése. Én azt hiszem, hogy persze. Így van. A polgármester úr közben jelentkezik. Igen, köszönöm szépen. Én is megkaptam az e-mailt, és én is terveztem, hogyha más nem szokon beszélünk róla. Úgy gondolom, hogy ez egy elég komoly horderejű javaslat, tehát azért díszpolgári címről egy pillanat alatt nem fogunk tudni dönteni, és szerintem a levélíró sem úgy gondolt, hogy ezen a testületülésen döntsünk róla. Az, hogy valamilyen formában elismerjük a falu közösség előtt a könyvszerzőjének a munkásságát, szerintem különösebb problémát nem hinném, hogy jelenteni fog, mert hiszen csak erkölcsi elismerésről van szó, már anyagi elismerésben ő annak idején részesült, amikor ezt a monográfiát összeállította. Tehát elmaradása nincsen a képviselőtestületnek. Én is úgy gondolom, hogy egy alapos előkészítő munka után meg fogjuk tudni ezt tárgyalni, és tudunk dönteni abban, hogy milyen elismerésben részesüljön a könyvnek a szerzője, hogyha ez posztumuszt az apu, vagy posztumuszt az apu is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!
kérnék egy kis szünetet. Az egyebekben van még valakinek a képviselőtestület részéről felvetni valóra. Amennyiben nincs, én folytatnám a 9. napi rendi pont állapontjával. Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat felhívás támogatása. Én nem olvasnám fel végig a felhívás szövegét, mert lehet vitatkozni arról, hogy most milyen mértékű, meg léptékű fenyegetés van hazánkkal szemben, azt nem lehet elvitatni, hogy van ilyen fenyegetés. A gyakorlat helyessége vagy nem helyessége fölött is lehet vitatkozni, de azon azt hiszem nem szabad és nem lehet, hogy hazánkat meg kell védeni, hiszen alapvetően Magyarországról beszélünk, a mi jogaink legyenek már előtérbe helyezve, ne a migránsoké. Tehát ebben én azt hiszem, hogy ebben az alapvetésben egyetérthetünk. Én ebből az apropóból javaslom ezt a felhívást támogatni. Sokan már megtették ezt képviselőtestületek részéről, és nagyon sok polgármester is megtette ezt. Számokat én ezzel kapcsolatban nem tudok mondani, de én megfontolásra, illetve támogatásra javaslom ezt a felhívást. Kérdés, észrevétel van ezzel kapcsolatban. Tessék, alpolgármester úr! A felhívást olvasó, hogyha jól értelmeztem, két sarkalatos pontja van. Egyik a bevándorlás szervező irodának a helyi szinten való elutasítása, a másik pedig a törvényi háttér megteremtésének a támogatása, hogy bizonyos folyamatok ne tudjanak véghez menni hazánkban. Hát szerintem Sajószeged olyan szempontból nem fenyegetett, hogy most bevándorló irodát szeretnének itt, vagy betelepülő irodát, szervező irodát telepíteni Sajószegedre, de ettől függetlenül az elvekkel gondolom, hogy nem csak a mi véleményünk alapján kell kifejezni a hangunkat, hanem a lakosságnak a véleményét is megpróbáljuk ez alapján egy igen vagy egy nem szavazattal közvetíteni. Úgyhogy én mindenféleképpen megfontolásra javaslom, és komolyan el kell gondolkodni azon, hogy a voksunkat hogyan tegyük le. Köszönöm szépen. Köszönöm. Egyéb észrevétel van a napirendünkkel kapcsolatban. Amennyiben nincs is a javaslatot, védjük meg településeinket, védjük meg hazánk a felhívás támogatására, elfogadjuk, kérném készfelemeléssel szavazzunk meg. Köszönöm szépen, hogy hangul a szavazás eredménye. Napirendi pont B a pontjaként következik tájékoztatása szövetkártyáról, a napirendi pont előterjesztője címzetes főjegyző. Jó, köszönöm szépen. Nem tudom, hogy mit hallott a lakosság, illetve a testület erről, mit nem. Próbálom elmondani, hogy miről van szó. Úgy kezdődött, hogy kaptam egy telefont a Tiszaszolg ügyvezetőjétől, hogy felülvizsgálják a kedvezményeket a Tiszaújváros városi gyógyfürdőbe, gyógy- és strandfürdőbe, és ha szeretnénk továbbra is igénybe venni, illetve a sajószegedi lakosok szeretnék igénybe venni, akkor kérje a képviselőtestület. Hát én egy kicsit értetlenkedtem, hogy miért kérjük mi azt, amink megvan. Egyelőre úgy tudom, hogy ezt nem vonták vissza. Ez a szögetkártyáról egyébként is rendeletet alkottunk. Erről van egy hatályos tiszaújvárosi képviselőtestületi határozat, amiben a Tiszaszolg üzlet részünktől, mikor megváltunk, akkor biztosították a volt tulajdonosoknak, Nagycsét, Sajóör és Sajószöger lakosainak, hogy továbbra is 50%-os kedvezménnyel vehetik igénybe ezt a kedvezményt, úgyhogy arra kértem az ügyvezető asszonyt, hogy írásban keresse már meg a képviselőtestületet, hogy lássam, hogy miről van szó. Kaptunk is a Brász György úr által aláírva egy e-mailt, amiben leírják, hogy az önkormányzat képviselő testülete megkezdte 2017-ben a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőben nyújtott kedvezmények felülvizsgálatát, és annak vonatkozásában kérik a polgármester urat, illetve a testületet, hogy fenntartják-e továbbiakban is az igényüket arra vonatkozóan, hogy a Tiszaszolg Kft. 50%-os kedvezményt biztosítson továbbra is a belépő egy árából.
Erre válaszolva a polgármester úrral írtunk egy levelet, hogy természetesen fenntartjuk ezt az igényünket, meg is indokoltuk. Ezt nem küldtem ki, de hogyha a fejlemények ismeretében majd ezt közzé tesszük az újságba, ugyanis hát ez egy 10 éves múltan rendelkező kedvezmény, ezt már a sajószögedélyek szerzett jognak tekintik. Egyébként is jó az együttműködés a Tiszaújvárosi lakosok, hiszen szép szemmel vannak, és zárt kert tulajdonosok járnak a horgásztóra, és az ő igényeiket is mindig figyelembe vesszük, és nem hogy fenntartjuk, hanem változatlan formában kérjük a fenntartását a kedvezménynek, és azért hangsúlyoztam ki, hogy változatlan formában, ugyanis Sajóörössel már kötöttek egy új megállapodást. Sajóörös ugye első blikre belement abba, hogy hát ők is kaptak egy ilyen telefont, és akkor kérték, és akkor kaptak egy olyan megállapodást, hogy munkanapokon biztosítják a továbbiakban az 50%-os kedvezményt az Örösi lakosoknak, tehát hétvégén, szombaton és vasárnap nem. Hát nyilván, hogy itt nem mi fújjuk a passzát, szeret majd ebben a megállapodásban, ha lesz. És próbáltam ennek a méregfogát kihúzni azzal az utolsó mondattal, hogy idézem, hogy amennyiben a kedvezmény változatlan formából történő fenntartása a Tiszaújvárosi Gyógy és Strandfürdő gazdaságos működését veszélyeztető bevétel kieséssel járna, az önkormányzat kész tárgyalni egy esetleges kompenzáció mértékéről. Na, ezt ők megkapták, nem vitték be testület elé, szerintem ezt meg kellett nekik emészteni még ezt a levelet, mert felhívtam a jegyzőt, hogy a múlt héten csütörtökön volt testület ülés, hogy tárgyalták-e, azt mondták, hogy nem, de várhatóan a jövő. Ők, vagyis hát a következő testületi ülésre készül előterjesztés, és tárgyalni fogják, és ismerve az Örösi megállapodást, itt van előttem, jó eséllyel meg fogják vonni a hétvégi kedvezményeket. Úgyhogy ne érje váratom a testületet, hát ha így lesz, akkor javaslom, hogy tovább tárgyaljunk, és akkor kérjünk egy kimutatást tényleg, hogy akkor ez mennyi bevétel kiesés készült, egy ilyen számítás, mert szerintem néhány százezer forintot el tudunk különíteni erre a kompenzációra. Nem mintha ez valóban valós veszélyt jelentene a Tiszaszol gazdaságát illetően, úgyhogy igazából nem értem a szándékot, hogy most miért van erre szükség, és miért kellett ezt most egyáltalán napirendre venni, de hát én nem politikus vagyok, hanem itt a szakmát képviselem, ezt értsétek ki, meg fejtsétek meg ki, hogy mi ez az egész. Én sem értem. Jó, csak jónak gondoltuk, hogy a testület és a lakosság jegyzőkön a felvételen keresztül értesüljön erről az új fejleményről. Mert tényleg népszerű, mert használják az emberek, a lejárt kártyákat folyamatosan megújítják. Nem tudom. Kérdés észrevétel van-e napi rendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, tessék a polgármester. Köszönjük szépen a tájékoztatást, és az eddig lefolytatott levelezésre teljes mértékben egyetértek, és továbbra is támogatom. Véleményem szerint nem a sajószögediekkel, meg a sajőrösiekkel van teli a termálfürdő, még csúcsidőben sem. Tehát nem hinném, hogy mi, nem is értem, hogy miért kell most tőlünk megvonni a kedvezményt erre a hétvégére. Remélem, hogy nem egy hegymenetnek az alsó fokán tartunk, aminek a végén majd az lesz, hogy teljes egészében meg szeretnék vonni tőlük a kedvezményt. Köszönöm szépen. Amennyiben a tájékoztatást elfogadjuk, ebben a témában kérni tiszt felemeléssel szavazzunk, illetve tudomásul lesz. Köszönöm szépen. Nyilvánvalóan lesznek még a dolognak további fejleményei, akkor tájékoztatjuk róla a testület tagjait. A 9. napirendi pont C alapontja következik. Tájékoztatás a közvilágítás helyzetéről a napirendi pont előterjesztője ismét szintetes főjegyző. Igen, szintén a lakosságot érintő probléma, ugyanis azzal kellett szembesülnöm többször és több helyen, hogy
hiába jelentettük be a közvilágítás hibáit, akár háromszor is, nem történt semmilyen intézkedés. És ugye a telefonok érkeztek, mi lejelentettük, folyamatosan jelentjük, és azt kapunk, hogyha megkérdezzük, hogy mégis mire számíthatunk, hogy kapacitás és munkaerőhiány. Úgy látszik, hogy a szolgáltatót is utolérte. Decemberben 20 bejelentett hiba volt, és ezeknek a zömét, mert ők is küldenek egy értesítést e-mailbe, hogy mikor zárták le, csak január 23-án tudták készre jelenteni. Úgyhogy egyelőre tehetetlenek vagyunk, nincsen semmilyen eszközünk, hogy ezeket a hibajavításokat, illetve ezek elhárítását meggyorsítsuk, mi minden esetben továbbítjuk a lakossági panaszokat, sajnos ilyen nagy az átfutási idő. Nyilvánvalóan máshol is érzékelik ezt a problémát, és most vagy újabb munkaerőfelvétellel, vagy valamivel, majd gondolom próbálják ezt a helyzetet orvosolni, hiszen nem csak nálunk van ez így kérdés, észrevétel van ezzel kapcsolatban. Illetve hát észrevettük, hogy sokára javítják meg a közvilágítás hibáját, de sajnos egyelőre nem tudunk ebben a témában hatékonyan mit tenni. Tehát amennyiben tudomásul veszük a tájékoztatást, kérnünk készfelveléssel, szavazunk róla. Köszönöm szépen egyhangból szavazás eredménye. A 9. napi rendi pont D-alapontja következik. Tájékoztatás, iskolai körzethatárok kialakításáról. Ismét visszaadnám a szót címzetes főjegyzőre. Köszönöm. Na hát, hogy jó hírt is tudjak mondani. A tankerület megküldte egyeztetésre a 2018-19-es tanév beiskolázásához az iskolai körzethatárokat. És ami a jó hír az, hogy nem változnak, legalábbis nem tervez változás a tankerület, amivel természetesen gondolom a képviselőtestület egyetért. Tehát az iskolánkhoz, a Sajószöget Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolához továbbra is csak Sajóörös, Muhi és Sajószöget fog tartozni. Nagy Csécs a tervezetben a Keszny-Tenni Móra Ferenc Általános Iskolához tartozik. Javaslom, hogy a képviselőtestület fogadja el, illetve hát egyetértéséről biztosítsa a tankerületet a körzethatárok ilyen irányú megosztásával kapcsolatban. Kérdés észrevétel. Tessék a polgármester úr. Ugye a tankerület még több adattal is rendelkezik arról, hogy milyen az iskolában lévő tanulóknak a létszáma és az összetétele. Mi már évek óta azt tapasztaljuk itt a kollégámmal, hogy az iskolának a létszámát a három település, Muhi, Sajószöged és Sajőrös teljes egészében fel tudja tölteni. Pillanatnyilag inkább azzal küzdködünk, hogy sok a gyerek, nem pedig az, hogy kevés lenne, és még más település gyerekeit kellene ide csatolni. Úgyhogy én örülök, hogy a több éve jól működő rendszert a fenntartó is úgy gondolja, hogy ezt vigyük tovább. Úgyhogy én mindenféleképpen támogatásra javaslom, és a jövőben is ennek a fenntartását fogom támogatni. Köszönöm szépen. Tessék, képviselő. Szeretném elmondani, hogy azért egy apró hajszál beleszokott lógni a levesbe, ugyanis ez nyilván itt a Muhi tagiskola illetékes, de ők néha felvesznek nagy csicsi gyereket, aki egy Muhin keresztüli kanyar után aztán a Sajószögeden köt ki. Volt erre már például az elmúlt 2-3 évben, hát nem tudom, hogy lehetne ebben az ügyben majd lépnünk, hogy ők is tartsák akkor tiszteletben a tankerület által kijelölt beiskolálási körzeteket. Nem tudtam, most már tudok. Hát ez nem a testület kompetenciája, hanem az igazgatón, illetve a tankerület kell, hogy megoldást találjon el. Amennyiben elfogadja, illetve tudomásul veszi a képviselőtestület a tájékoztatást az iskolai körzethatárok kialakításáról, illetve változatlan formában való fenntartásáról, kérjük készfelemeléssel szavazzunk róla. Egy hangú szavazás eredménye. És végül 9. napirendi pontunk E alpontja javaslat zárkerti utak elnevezésére.
szerzetes főjegyzőnek visszaadom a szót. Köszönöm szépen, kiosztottunk itt térkép vázlatokat, meg egy határozati javaslatot. Tehát az a helyzet, hogy úgy látszik, hogy ez tendenciává vált már, hogy a zárt kerteket állandó lakóhelyről fogják nem néhányan, hanem már egyre többen választani. Megértem, és jogos igény, hogy ha ott élnek életvitelszerűen, akkor azt házszámon lássuk el, ahhoz viszont el kell nevezni azt a dűlőutat, ami mentén fekszik ez a zárt kert. Hát én már kezdek kifogyni az ötletekből, úgyhogy az egyik a 1633-as önkormányzati út, ez a zárt kerti út, ez a Tamás biztos tudja, de hát a térképen is látszik, hogy ez a vasútúttal párhuzamos egy darabig, hát ugye nem megy végig a Bábai útig, hanem egy darabig, úgyhogy ezt egy kis vasút útnak javaslom, de ha van valakinek jobb ötlete, akkor nyitott vagyok. A másik pedig a Tatjés felőli zárkertes részen a Szaká felé tartó úttal párhuzamos, következő párhuzamos út. Itt meg azt javaslom, hogy hát, hogyha ilyen utakat nevezünk el, akkor valami gyümölcsre, zöldségre, és akkor legyen az első a Szeder út. Kérdés észrevétel van ezzel kapcsolatban. Egy támogatom, jobbat nem tudok ennél kitalálni, mert ha ugyanúgy vasútútként nevezzük, vagy vasúti dűlőútnak, akkor az összekeverhető a vasútúttal. Ugye a kisvasút út. Az amúgy is népszerű a kisvasút, de máshogy is. Mindenhol, igen. Tessék a polgármester. Igen, jó. Sajnos ez egy másik problémát is felvet, ami nem a elnevezéssel van, hanem hogy többen használják ezeket a terteket állandó lakhatás céljára. Az utakat viszont nem tudjuk így megoldani. Tehát gyakorlatilag néha járhatatlanok ezek az utak, mert nem arra készültek, hogy nap mint nap autókkal közlekedjenek, úgyhogy engem is megkerestek, hogy mit lehetne csinálni. Hát mondtam, hogy egyelőre semmit, gondolkodni kell azon, hogy mint a belterületeken volt annak idején, hogy a lakosság összefogott és betonozott épített, hát ott is meg kellene próbálni valami hasonlót csinálni, mert hiába önti bele a Kft. A sódert, meg a murvát, meg az úzott követ, amikor esős idő van és azon nap mint nap járnak, akkor azt csak belegázolják és előbb-utóbb elsüllyed, úgyhogy én sem tudtam okosabb lenni, de a később érben, hogyha egyre többen jönnek, akkor sajnos ezekkel a problémákkal szembe kell néznünk. Fogjuk tudni orvosolni. Ez lett volna a tájékoztatásomnak az egyik pontja, hogy egy hete körülbelül pályázatot adni be zárt kerti utaknak a felújítására. Most nem arra kell gondolni, hogy itt aszfaltozott utak lesznek, de murvával alapvetően jól megalapozott utat szeretnénk reményeink szerint készíteni, hogyha ez a pályázat sikeres lesz. Most azt nem tudom, hogy az összes zárt kerti utunk ebben érintve lesz-e vagy lehet-e, de nyilván arra törekszünk, hogy javítsunk ezen a helyzeten. De nyilván azt is tudomásul kell venni az ott élőknek, hogy az még jelen pillanatban egy zárt kerti övezet, ami nem alapvetően arra szolgálna, hogy ott nap mint nap életvitelszerűen éljenek. Nyilván vannak ilyenek, látjuk, ezt el kell ismerni, akceptálni kell, de nem belterület a szóban forgó terület, és van, aki már kézteinként jön be a hivatalba, hogy mi nem akarunk ebbe a problémába segíteni, és már támad. Erről szó sincs. Nyilván létjogosultsága lehet annak a fajta összefogásnak is, amit a polgármester úr említett. Azon vagyunk, hogy ezt a helyzetet valamilyen módon megoldjuk. Reméljük, hogy ez a pályázat sikeres lesz, és akkor ez már valamilyen szintű megoldást jelenthet ezekre a problémákra. Nekem van még egy, az ANK igazgatóasszonya kérje hozzájárulást a képviselőtestülettől, hogy a nyári zárvatartáshoz járuljon hozzá, ez 2018. július 30-tól augusztus 31-ig tart majd, ez idő alatt igény esetén a Sajóörösi óvoda fogadni fogja a gyermeket. Kérdés észrevétel.
ezzel kapcsolatban van. Én csak annyit mondanék el, hogy ugye ez a fajta zárvatartás azért van most így kialakítva, egyeztetve ugye nyilván a szomszédközség intézményével, mert elméletileg, illetve reméljük, hogy gyakorlatilag is az óra felújításának a vége erre az időszakra fog esni, és ugye ott kell egy kéthetes intervallum legalább, amíg visszapakolunk az ideiglenes oldalából a már reményeink szerint akkor a felújított intézménybe. Úgyhogy én javaslom elfogadni az AMK igazgató indítványát. Úgyhogy ha elfogadjuk, kell én készfelveléssel szavazzon róla. Köszönöm szépen, hogy hangul a szavazás eredménye. Egy kicsit állíts meg, légy szívesen, akkor már tájékoztatnám a képviselőtestületet arról, hogy szándéknyilatkozatot kaptam akkor a Valóság Kft-től. Tájékoztatásképpen ugye elmondanám, hogy ez a Kft. Vásárolt tőlünk az ipari területünkön egy telephelyet. Annak csak egy részét vásárolta meg. Az akkori adásvételi szerződésben elővásárlási jog volt a részükre kikötve. Most jelezte nekem az ügyvezető úr, hogy ők ennek a telepnek a másik részét is megvásárolnák azzal a feltétellel, amivel az első részt is megvették, tehát a fizetést két ütemben szeretnék rendezni a vételi jogok alapján, erre hivatkozik is. 1.250.000 forint plusz áfa összeget május 31-ig fizetnének ki, és a fennmaradó 1.250.000 forint plusz áfát pedig augusztus 31-ig rendezné a Kft. Én elfogadásra javaslom ezt a szándéknyilatkozatot, már csak azért is, mert beszéltünk arról, hogy vállalkozásokat szeretnénk a településre letelepíteni, és az nekünk csak jó, hogyha ez a terület egy kézben van, a korábban a csatár problémák miatt, hogy ugye utat nehezen tudunk oda kialakítani, viszont így, ha egy kézben van a terület, akkor teljes mértékben jól megközelíthető. Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs is a szándéknyilatkozatot a ügyvezető úr által leírt formában elfogadjuk, kérném készfelemeléssel szavazzunk róla. Köszönöm szépen egyhangú a szavazás eredménye. És akkor még az egyebekben szeretnék tájékoztatást adni több dologról is. Ügyvezető úr már említette a képviselőtestület ülés elején, hogy a komputnak a szélét, illetve magát az útfelületet is javítgatják. Ugye tudni kell azt, hogy a Keszthelyi hídnek a felújítása elméletileg, tehát gyakorlatilag is március környékén elkezdődik. Na most ez miért fontos nekünk? Azért, mert ugye a kompon meg fog növekedni a forgalom. Lesz nyilván, aki a körömi kompon jön majd, de az ugye hosszabb és kerülő útat jelent, van, aki pedig itt ugye Gerincs meg Sajószöget között fog átkelni, és ugye ebből értelemszerűen következik az, hogy a komputnak a forgalma meg fog növekedni. Kicsit ki kell szélesíteni a patkát és az útfelületet is valamilyen szinten a katyába rázni. Ugye annyit kell tudni a komputról, hogy a nagy elválasztó fasorig az egyébként Gerincshez tartozik, a másik része pedig Sajószögethez. Mi együttműködünk ebben a munkában a gerincsi polgármesterrel. Ő jelezte ezt a problémát számunkra, illetve kért tőlünk segítséget. Oda-vissza alapon működik ez a segítség, tehát ők élő munkaerőt, emberi munkaerőt adnak ehhez a történethez, mi pedig a gépet fogjuk biztosítani, illetve ők biztosítják még a patkára, az útpatkára az úzott követ, éppen azért, hogy ebben az átmeneti időszakban a forgalom az ökkelőmentesen haladhasson. Ez csak egy tájékoztatás volt, tehát nyilván számítani kell arra, hogy megnövekszik a forgalom, illetve annyit kiegészítésként még hozzátennék, hogy a gyorsabb átkelés véget, de az ugye minket annyira nem érint, azt a részt érinti, hát motorizálni fogják a kompátkelőt. Jó, szerintem pályázatokról szeretnék szólni, már időközben néhányszor lelőttük a poént, nem mindenki értette, de egyébként ugye a Facebook oldalunkra is kitettem már a jó híreket, ami egyrészt az én munkámat, a testület munkáját, de a lakosság hozzáállását is dicséri, és azt ugye, hogy fent is észrevették, hogy Sajószög egy nagyon életképes település. Ugye korábban már hírt adtam arról, hogy az óvoda megújulhat, meg hát ebben a cipőben már benne járunk el, és kezdődött a folyamat. De sikeres volt a területi operatív programban másodszorra benyújtott
bölcsődeépítési pályázatunk, tehát megerősítem, hogy Sajószöget településen új bölcsőde fog épülni 170 millió forintos támogatással, éppen azon a telken, amit már megvásároltunk. És ezt megfejlendő, mivel három a magyar igazság, a általános iskolánk energetikai pályázata is elbírálásra került, és pozitívan bírálta a bírálóbizottság, tehát ott pedig egy 118 millió forint értékű energetikai korszerűsítés fog megvalósulni. Tehát, hogyha összeadjuk a három pályázatnak az anyagi támogatottságát, akkor cirka 460 millió forintot sikerült a mi munkánk révén Sajószöget településnek elnyerni. Én azt hiszem, hogy látva a folyamatokat, hogy nagyon sok kisgyerek van, jó az iskolánk összetétele, jó úton járunk. Ennyit szerettem volna, illetve hát ugye itt még kiegészítésként leírtam magamnak az R2-i pályázatot, de a te észrevételed kapcsán arról pedig már szóltam. Van-e még egyéb kérdés, észrevétel? Illetve hát az általam elmondottakkal kapcsolatban van-e valami. Azt hiszem, hogy ettől rosszabb dolgunk soha ne legyen. Úgyhogy én köszönöm szépen a mai munkát, és várom önöket a következő testületülésre.